Július hónap műtárgya, ugye ez a nagyméretű óra, ami hát eredendően egy gyáripari keretek közt készített fali óra volt, ami aztán idővel idősebb Koszorú Béla tulajdonába került, valamikor az 1940-es években, és hát ő alakította át ezt egy egyszerű, egy mechanikus óra szerkezetté. Ugye a mechanikus elven működő órák elterjedése egyébként a 13.-14. századra tehető. Ugye ekkor jelennek meg az első fogaskerekes rendszerű órák, ami a homokórákat és a napórákat váltotta fel. És hát ugye ilyen volt az első toronyórák megjelenése is ebben az időszakban, itt a 13.-14. században, Európa nagyvárosaiban, Angliában, Franciaországban, Itáliában és ugye a német nagyvárosokban terjednek el. Ugye ezek szinte már teljes egészében vasból készült szerkezetek voltak, amit hát kovácsok és lakatosok készítettek, úgyhogy nem véletlen, hogy maga az órás szakma is ezekből a mesterségekből alakult ki aztán az idők folyamán. És hát volt időszak, amikor az órás szakma a legbonyolultabb műszerész foglalkozások közé tartozott. Ugye egykor sokan űzték, egész órás dinasztiák jönnek létre az idők folyamán. Ugye a magyarországi órásszéhek egyébként zömmel a 18. és 19. században jönnek létre. Egyébként ez a fénykora is a magyarországi óragyártásnak. Ugye főként városokban működnek, és hát feladatuk nem csak a régi órák javítása és karbantartása volt, hanem az új órák készítése is. Aztán a 20. században már sokat változik ez a dolog, hiszen még korábban készítették és javították is az órákat, de a 20. században már jószerűen inkább csak eladták a legtöbbször gyáripari keretek közt készített órákat. Hiszen egyre nagyobb teret nyer a gyári termelés, amivel az egyedi, a kézi előállítás már nem tudott úgy versenyezni. Ugye nem tudta felvenni a versenyt az olcsó és termelékeny gyáriparral, úgyhogy az órások élete fokozatosan átalakul 20. századra, iparművészekből egyre inkább kereskedőkké válnak. És hát megélhetésük biztosítása érdekében már ékszerek értékesítésével is elkezdenek foglalkozni, tehát az órák javítása és eladása mellett nemesfém és ékszerkereskedelemmel is foglalkoznak már a 20. század első felében. És ez az óra, amit itt láthatunk a vitrínben, ez, ahogyan mondtam, eredendően egy gyáripari termék, a német Junghans gyár terméke. Ugye a Junghans gyárról azt érdemes tudni, hogy a német óragyártásnak is egy kiemelkedő márkája, ami 1861-ben kezdte meg a működését a Fekete-erdő vidékén, majd hát néhány évtizeddel később már az élvonalba került, hiszen a századfordulóra már a világ egyik legnagyobb óragyárává válik. Nos, hát itt a Junghans gyárban készítették ezt a típusú órát. Az 1920-as években fejlesztik ki és gyártják ezeket a típusú órákat. Egyébként ez egy elektropneumatikus tekercselési fali óra volt. És itt az volt a működési elv, hogy volt egy főszerkezet, egy mesteróra, ami működtette a hozzá kapcsolódó kisebb méretű alórákat egy bizonyos zárt rendszeren belül. Itt tehát egyszerre több helyen is képes volt mutatni az időt, akár 30, 40, 50 méter távolságból is. Ugye ilyen órákat elsősorban reptereken, ipari létesítményekben, gyárakban használtak. Aztán ez, ahogyan mondtam az elején, és idővel idősebb Koszorú Béla tulajdonába került, pontosan nem tudjuk ennek a részleteit, de aztán ugye ő alakítja át ezt a 40-es évek közepén egy egyszerű, egy hátoldalán felhúzó kulcsán működő óraszerkezetté. Egyébként Koszorú Béla az órásmesterség alapjait még nagybátyja Tóth János szekszárdi műhelyében sajátította el, az 1930-as években volt ott egyébként segéd. Majd innen Pécsre kerül, az Irgalmasok utcájában működő Futász János órásmesternél szerzett további tapasztalatot. Úgyhogy ő a mesterlevelét is itt egyébként Pécsen szerezte meg az 1930-40-es évek fordulóján. Önálló műhelyét aztán a II. Világháborút követően nyitotta meg Szekszárdon, a Rákóczi utca 9-es számú házat veszi meg 1946-ban,
Úgyhogy ez lesz a műhely alapításának az időpontja, tehát ekkor indítja el az önálló órás iparos vállalkozását. Nos, hát ez az óra is ekkoriban kerülhetett a műhely kirakatába, ami ugye a pontos időt jelezte, ugye az utcán járók időbeli tájékozódását szolgálta, ami nagyon fontos volt abban az időben a város életében. Aztán üzletét a Rákosi korszakban államosították. Egyébként itt az 1940-es, 50-es évek fordulóján az ország összes nemesfémmel foglalkozó kisipari vállalkozását állami tulajdonba vették. Úgyhogy ilyen kisipari szövetkezetekbe csoportosultak az órások, és hát az órák javítása is ilyen szövetkezetekben történt. Na most Szekszárdon is létrejön a kisipari szövetkezet, az órások számára is, amiben azonban Koszorú Béla nem lépett be, hanem a saját lakásán folytatva a működését óraszíjak cseréjével és órák javításával foglalkozott. Majd a 70-es években, ugye a főiskola épülése miatt lebontásra ítélik ezt a Rákóczi utcai lakását, ahol ez idáig a műhelye is működik, úgyhogy ekkor költöztetik át 1977 nyarán a műhelyét az Arany János utcába. És hát egyébként itt láthatunk is majd a felvételen, illetve a plakáton, ugye az Arany János utcai műhelyről egy korabeli felvételt. Majd 10 évvel később újra költöznie kellett, ugye 1987-ben kerül át műhelye a végleges helyére, Szekszárd főutcájára a városközpontba, ugye a Széchenyi utcába. Aztán az órás szakmát időközben fia, ifjabb Koszorú Béla is elsajátította, aki 1969-ben szerezte meg a képesítést, és egy ideig édesapja műhelyében dolgozik. Az üzlet vezetését aztán 1989-ben édesapja halálát követően vette át. Aztán a rendszerváltást követően lehetőség nyílt számára az ékszerész képesítés megszerzésére is, úgyhogy a 90-es évektől már arany és ezüst ékszerek árusításával is foglalkozik műhelyében. Aztán nyugdíjba vonulását követően felesége Koszorú Györgyi vette át az üzletvezetését. Ő ásványékszerek készítésével foglalkozott, úgyhogy ő ezzel bővítette az üzlet profilját. Majd hát végül is a szakma végleges feladásáról 2023 őszén döntöttek, úgyhogy ekkor ajánlották fel az egykori műhely berendezési tárgyait, illetve óráinak egy részét a Wosinski Mór Múzeum történeti gyűjteménye számára.